képernyőiken. A képen mindent megtalálnak igazából, a kommentátorállásban viszont nem vagyok egyedül, mellettem van Tamás. Sziasztok, szép tapot mindenkinek, kellemes délután. És hamarosan meg is kezdődik a kvalifikáció, ugye Bakreinbe kezd a mezőny, és magyar versenyzőink is vannak természetesen szóval van kinek szurkolni. Bereznai Dániel az Alfa Romeo csapatát erősíti, Sipos Patrik pedig az Alpinnak az e-sport csapatát. Mit gondolsz, Tomi? Hogy fog alakulni a mai nap? Nem tudom, hogy állsz az e-sporthoz, és van-e favoritod esetleg nyilván a magyarokról? Elmondható, hogy minden magyar a magyar versenyzőt favorizálja, de mik, mik a tapasztalataid, Hát nyilván mindenkinek vannak alapvetően olyan személyek, akik a szívükhöz talán egy picit közelebb állnak. Nyilván Dani személyét nem lehet megkérdélezni, hiszen az első között volt, aki, aki ilyen magas szintre el tudott jutni, és, és szerintem ő volt az, akinek ez az egész hazai e-sport, f 1 közösség talán a legtöbbet köszönhet. De azért azt szerintem, aki ebben a, ebben a rendszerben, vagy ebben az érában bármilyen szinten versenyez, vagy dolgozik benne, ahogy te is vagy én is, az pontosan tudja nagyon jól, hogy rengeteg rendkívül jó pilóta van, és szerintem pont ez volt az az egy lépés, aminek meg kellett adni a lökést ahhoz, hogy hogy ott uh, ott tudjanak lenni mások is, ott tudjon lenni például Sipot, Sipos Patrik is, de de azért Szelek Kristóf nevei szerintem most már egyre több embernek mond azért valamit, úgyhogy az látszódik, hogy, uh, hogy itt Magyarországon ennek azért hagyománya van és én nagyon bízom benne, hogy egyre több versenyző fog majd tudni oda kerülni abba, a, abba a top 30-ba, aki, aki most itt van és versenyez, hiszen hiszen ugye 30 versenyző van erre a 10 csapatra, szétosztva ugye az egy-egy tartalék versenyzővel, illetve a futamunkénti két-két éles versenyzővel. Nagy kérdés szerintem, hogy, hogy járnó, mert meg tudja nyerni sorozatban a következő WB címét. Szerintem azért most sokkal nagyobb küzdelem le kell számítania, és sokkal komolyabb teljesítményt kell oda tennie. Azért rengeteg kihívó van, a Bormond, Blakely, de szerintem Rasmus Szent is érdemes kiemelni, aki valami egészen elképesztő utolsó 6-7 futamot csinált itt az előző évben. Úgyhogy szerintem azért itt sok a talán ez az első futam egy ilyen erőfelmérőnek, vagy kis erőfitoktatásnak jól lehet, aztán, hogy mennyire tisztul miatt ki a kép, és hogy mikorra azt majd az idő eldönti, de szerintem azért még elég ködösen fogunk itt látni az első két-három futam után. Bizony, nagyon jó, hogy ezt kiemelted, ugyanis valóban az első futam sok mindent el fog nekünk árulni, illetve a kedves nézőknek az erőviszonyokról ki hogyan tudott felkészülni, és maradt-e esetleg járnó opér a toppon? Csedben jönnek azért a kérdések. Valóban az első, második, harmadik Verseny hétvégét közvetíteni fogjuk szerda, csütörtök, péntek azaz ma holnap és holnap után valamint az összes verseny csak most ezek lesznek legközelebb, tehát azért várni kell ezeket a versenyeket, mert még jó, hogy hétköznap is elszórakoztatnak minket. Szóval igen jó, hogy kiemelted sok, sok olyan versenyző van, aki, aki, mutatott már nagyon jó teljesítményt, illetve, illetve sok esélyes van, azt azért tegyük hozzá. Hát egyfelől igen, másfelől meg rengeteg az új arc. Tehát szerintem ez is um, alapvetően azért nagy kérdője lesz majd uh, sok versenyző szemében. Mondjuk olyan versenyző szemében is, mint, uh, mint ugye Keleton, akiről ugye tudjuk, hogy a Williams már az ötödik szezonját kezdi. De azért elég sok új um, arc érkezett um, ebbe a, ebben, vagy ezen az éven, ebben az évben. Ugye egészen konkrétan 7 teljesen új pilóta csatlakozott most um, a, a csapatokban. Um, és um, ugye itt volt, aki a Challengerből került ugye fel, és, um, és ugye, tud majd versenyezni, illetve azért történtek, nevezzük őket cseréknek átigazolásoknak, vagy ki hogy szereti ezt ugye hívni, de azért a felállások is alapvetően változtak ö, jó néhány csapatnál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, ö, hogy, ez nyilván az erősorrendet is nagyban át tudja egy felalakítani. Másfelől pedig ugyanezek a versenyzők versenyeztek már egyébként egymással ugye, különböző megmérettetéseken is éventeken. Mindezek ellenére szerintem azért ez nem volt feltétlenül alkalmas arra, hogy minden skillsetet fel tudjon mérni, mondjuk egy Jarnopmer vagy egy Rasmussen, vagy egy Blakely például, és, és lehet, hogy lesznek meglepetések, mint ahogy már egyébként is tapasztaltuk, hogy azért voltak érdekes eredmények itt az előző, vagy az előszezonos időszakokban, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ez az első futam, ez majd, ez majd hogy, fog itt, hogy fog itt majd lezajlani, úgyhogy igen, pont most néztem meg, hogy hét teljesen új pilóta van, és 10 pilóta váltott csapatot. Azért ez egy elég komoly átrendeződés. Igen, a felvezető műsorban is itt mellettem mutatták a nagyobb képernyőn, hogy milyen átigazolások, illetve debütálások történtek. Sokak, sokak újoncak lesznek ebben a szezonban, és ugye itt sem túl halk az élet az átigazolások szempontjából, és ezt láthattuk is a képernyőinken csodálatosan kirajzolódva. Hát igen, igen, perceken belül egyébként kezdődik. Igen, amíg a kicsit a versenyzőknél maradunk, hogy hogy alakultak, vagy hogy alakultak át a felállások, ugye, ami számunkra szerintem talán a legérdekesebb az ugye az, az, hogy az Alfa Romeo Racingnél, az e-sport csapatánál, hogy ott mi a helyzet. Uh, ugye az Alpintól, ugye Nikolá Longi az, aki ugye most érkezett a, az Alfához, és ott fog versenyezni ugye Daninak a csapattársaként. ő, egy, ő egy új szereplő például ebben a csapatban, és hát ha, ha visszaemlékszünk az előző season Bakrani futamára, akkor szerintem azt a csatározást, amit ott Kereton, uh, Blake lés és Longé leművelt, azt szerintem senki nem fogja elfelejteni. Ha valaki szeretné visszanézni egyébként azt az utolsó egy-másfél-két kört, akkor annak ajánlom, hogy a, hogy uh, látogasson el a a Formula 1 sportnak a Twitter csatornájára ki is van klippelve, gyönyörűen lehet látni minden egyes mozdulatot, hogy mennyire késére menő küzdelem volt, pedig az első fordulóban jártunk, nem az utolsóban. Úgyhogy azt, azt mindenkinek ajánlom, hogy mindenféleképpen ö, ö, nézze meg. De hát azért még nagyon-nagyon-nagyon sok változás ö, volt itt menet közben. Szerintem jó hóra elmenne, hogyha beszélgetnénk arról, hogy éppen kimerre távozott. Úgyhogy... Ö, Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mondom még egyszer, hogy, hogy hogy fogunk nekiindulni ennek a szezonnak. Ugye az előző szezonban azt az első fordult, ugye Blakely nyerte Longe és Kerton mögött, vagy előtt pontosabban, ugye így alakult a, az első hármasunk. Ugye akkor még ugye Opmer Moreno, Bormon, Rasmussen, Kiefer, Tonizza és Donozó volt az, akik a top 10-ben értek be és szereztek pontot. Kíváncsi vagyok, hogy ez a sorrend megismétlődik-e. Nekem van egy gyanú, hogy szerintem nem. De hát majd Bizony. Lehetjük. És nem is arról van szó, hogy gyengültek ezek a pilóták. Szimplán annyi, annyian küzdenek azért a dobogós eredményért, hogy lehetetlen, hogy még egyszer ugyanez a sorrend álljon fel. Inkább mondom, hogy szinte lehetetlen. Hiszen nagyon kompetetív a mezőny, és, és bármikor bárki, bármelyik versenyen nyújthat egy olyan teljesítményt, amivel meglephet mindenkit. És ezért is szép egyébként ez az e-sport sorozat, Pro Series, mert minden pilóta szinte a határán autózik, nem is csak szinte határokon autóznak, ezt bátran kimerem kimelem jelenteni. És vértizzadva küzdenek meg minden egyes pontért, ahogy ezt te is nagyon jól elmondtad, hogy még nem is voltuk benne jelentesen a bajnokságban, de már Bákrányban az előző szezonban hatalmasat küzdöttek a versenyzők. Így van, és hát azért azt is el kell mondani, hogy nyilván egy új játék jött, ezt mindenkinek szokni kellett, bár volt rá idő, de azért menet közben uh, nyilván minél több versenyórát és gyakorló órát töltenek el a versenyzők, ugye annál jobban tudják egyfelől a beállításokat is optimalizálni, másfelől meg ugye saját maguk is hozzászokni a játéknak a fizikájához, az autó minden egyes rezdüléséhez. És ugye itt uh, 22 ben ugye kvázi mint egy új formátumként, vagy új megoldásként jött ugye azzal a, az F1 szíriz, hogy ugye 50%-os futamokat uh, fognak ugye majd futni a versenyzők, um, és ugye ettől azt remélik, hogy még több taktikai jellegű dolog lesz majd, ami, ami uh, meghatározó lehet egy-egy verseny alkalom, vagy versenynap szempontjából. Úgyhogy uh, sok újdonság van, azt hiszem talán a naptár is változott, hogyha jól láttam, bár még a hivatalos oldalon ugye Abu Dhabi-t láttam beélesztve, a Japánt még nem, úgyhogy szerintem annak valószínűleg még keresik a helyét, uh, de ugye ami egészen biztos az az, hogy uh, hogy az első három futam, ami most uh, ugye szerda csütörtök és péntek uh, kerül majd megrendezésre, az... Uh, az ugye egyfelől majd nyilván Buckingham lesz, utána pedig Imola és Silverstone fog következni, és itt láthatjuk ugye magát a pályarajzot is az élő közvetítésen, már ugye megy az elemzés róla, hogy az éppen kinek feküdhet, kinek lehet jó, vagy kinek nem. Neked mennyire kedvenced egyébként Bálint ez a Buckhaini Én Abszolút a kedvenceim közé sorolom. Nem volt még rajta újnalmas verseny, véle véleményem szerint, legalábbis azok közül, amiket én néztem, már pedig elég sok futamot láttam már, de, de szerintem egy nagyon jó pályáról van szó, és egy abszolút nagyon jó, jól versenyezhető pályáról. Nem szűk, nem, nem sok egyenesből áll, tehát nem az van, hogy csak és kizárólag egyenesbe DRS-sel történnek az előzések, hanem bizony komoly szektorokon át tartó csatákra is lehet számítani ezen az aszfaltcsíkon. Szóval igen, azért véleményem szerint az egyik legjobb pálya, igen. ahol lehet versenyezni. Igen, és ugye itt láthatjuk most a, 2021-es kvalin elért eredményeket, ugye egy 1, 25, 0, 63 mal nyert ugye Longé az előző seasonben, nagyon minimálisan tudta csak megelőzni azzal a 23 ezreddel Blakelyt, úgyhogy Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy most is nagyon kiélezett uh, csata lesz majd, és nagyon szűkek lesznek az eredmények. Bár azért az tény és való, hogy eléggé átalakult a pálya sok szempontból. Nyilván a kigyorsításokra azokra sokkal jobban oda kell figyelni a versenyzőknek, így tehát azok, akik, akik uh, inkább a kigyorsításokra helyezik a hangsúlyt, azok talán a lassú kanyaros részeken egészen sokat nyerhetnek. Viszont ugye a pályának egy, egy neurologikus pontja, ugye a 9-es-10-es kanyar kombináció, szerintem aki f 1 versenyzik, annak valahol mindenkinek a rémálmában van, hogy egyszer kisodródik a jobb oldali kerékvetőre is, és, és felül rajta az autó. Na ez most itt sokkal hatványozottabban van jelen. Úgyhogy ott bár biztos, hogy fogunk előzési kísérleteket látni, de hogy a bevállalóság kevésbé lesz jelen, az szinte biztos. Hiszen ott egy hiba, az akár nagyon könnyen egy versenyző futamának a végét is jelentheti majd. Úgyhogy Úgyhogy több, mondom, több ilyen, ilyen, pontja van azért ennek a pályának. Nagyon kíváncsi leszek. A két, a három DRS zóna, ami van, az, az, biztos, hogy érdekessé teszi majd ezt a futamot. És reméljük, hogy sok előzés is lesz. Ez szerintem mindenkinek az érdekes, én is nagyon örülnék neki, hogyha egy izgalmas futamot láthatnánk majd. Semmi kétségem nincs e felől, amint azok már elhangzottak. Bizony minden esély megvan rá, hogy egy izgalmas Futam lesz, a mezőny is természetesen minden évben, illetve a pálya is, amint azt már elmondtuk. Bizony, aki nem tette volna még meg, az iratkozzon fel a csatornánkra, és lájkolja a streamet. Twitchen is streamelünk egyébként, akinek ott jobban tetszik. És nagyon izgalmas kvalifikációkkal, illetve versenyekkel jövünk még az F1. E-Sport Pro series -ről. A kvalifikáció pedig hamarosan elkezdődik. Még felvezető műsor tart. Így van, és akkor gondoltam, hogy ha még lesz időnk, akkor talán érdemes lehet beszélni arra, mert ugye én már így említettem, hogy, hogy, hogy uh, nyilván kik a kedvencek, hát nyilván ez nem, nem egy olyan titkos dolog, hogy mindenkinek hazahúz a szíve. Um, de azt azért láttuk, a, láttuk az előző, előző seasonből, hogy um, ugye jármó, Járnó Opmer és ugye Rasmussen elég komoly csatát vívtak az egyéni bajnoki címért, és uh, ugye nagyon kevésen is múlt, konkrétan 8 ponton dölt el igazából ez a, ez a bajnoki küzdelem, és azért Lékli sem volt tőlük olyan nagyon-nagyon-nagyon lemaradva. Erről a három versenyzőről szólt, talán az előző season a leginkább de utána ott már azért volt egy hat, közel 60 pontos szakadék, ugye Blakely és morinó között. Ha neked most így kéne egy ilyen szezon előtti tippet tenned arra, hogy, hogy mondjuk induljunk el onnan, hogy mondjuk Opmér húze még egy bajnoki címet, vagy nem, akkor most mire tennél? Az igenre, vagy a nemre? Ez 50-50 százalék. Húha! Éve. Na jó, megfogtál most. Um, nem tudom melyikbe bíznék jobban, melyik tipbe, melyik opcióba, mivel ok egy kimagaslóan csodálatosan tehetséges pilóta, és nem csak az, hogy gyors, viszont szerintem sokan tudják, nagyon fontos az, hogy a versenyző minden agytekervénye rájön arra, hogy mi lesz a következő mozdulata a pályán, hogy fog, hogy fog dönteni egy-egy csatában, és ezért nagyon jó pilóta járnó, mert stratégiai döntései, előzési akciói tökéletesen ki tudja vitelezni, és meg is tudja tervezni. Tehát egy nagyon jól összerakott versenyzőről van szó. Ugyanakkor valóban 50-50 mert most nem tudok dönteni. Most nehéz Tudtam hogy nehéz kérdést tettem fel, ez nagyon, nagyon ez nagyon nehéz. jó. De talán a felé, a döntés felé húz az agyam, hogy, 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 nem. Mert annyi tehetséges és gyors pilóta van ebben a mezőnyben, hogy nagyon könnyen előfordulhat az, hogy valaki idén elveszi a trónt járnó hát kihívói lesznek az egészen biztos a McLaren 2 az szerintem nem kérdés és egyébként pont most a közvetítésben ugye érdemes uh, végigvenni azt, hogy, uh, hogy hogy változott, vagy hogy néz ki majd egyébként itt az egész megmérettetésnek a, a technikai háttere ugye 50%-os futamok lesznek majd ugye két különböző gumikeverék használat lesz, ugye az dinamikus időváltozás uh, lehetőségét is ugye használni fogjuk majd most itt a versenyzés során Úgyhogy, uh, úgyhogy, nagyon, nagyon izgalmas lesz, ugye nyilván az autó performance, tehát a teljesítmények és ugye a sérülések is, uh, az, autón szerezhető sérülések is ugye immáron talán egy kicsit magasabb szinten lesznek majd beállítva vagy bekapcsolva, úgyhogy, uh, úgyhogy, biztos, hogy sokkal jobban oda kell figyelni a versenyzőknek, és akkor visszatérve az előző gondolatsorra, ugye nyilván a McLarennek is, két pokoli erős versenyzővel, fognak most neki indulni ennek a szezonnak. Ezt szerintem az előző évadból is láttuk, ezt a mostani, a mostani előszezoni versenyeken is láttuk, hogy, hogy Bormón és Blakely két pokolian erős versenyző, és nagyon jól dolgoznak is egyébként össze csapatszinten is. Tehát ott látszik, hogy a kémia is megvan a két versenyző között, és nagyon jól tudják egymást az időmérőn is húzni, és a futamon is egyébként tökéletesen dolgozik össze a McLaren párosa. Um, Kérdés az, hogy, hogy majd ezzel opmér egyébként, hogy fog megmérkőzni. Nyilván mindenki rávadászik, ez szerintem egyértelmű, tehát nem is lehet kérdés. De valahol én én azért a ferrari is elég, nem tudom, komoly erőt érzek, hogyha ha lehet ezt egy ilyen szép, szép magyarsággal megfogalmazni úgyhogy de Donózótól is láttuk, hogy már kicsit hektikusan versenyzett, de amikor elkapta a fonalat, akkor óriási tempót diktált, és, és gyűjtötte a pontokat, és szerezte az eredményeket, úgyhogy én azért ott érzek, érzek kiugró teljesítményt és lehetőséget, meg hát nyilván drukkoljunk Daninak, és rukoljunk Patriknak, hogy minél több pontszerző helyet dobogót és futamgyőzelmet húznak be. Ez lenne a legnagyobb öröm szerintem számunkra. Teljes mértékben, ahogy mondod, magyar győzelemnek örülne a szívünk a legjobban. És minden esély megvan rá egyébként mindkettejüknek, hiszen kettő nagyon jó pilótáról beszélünk. A csapatok is jók véleményem szerint, akiknél versenyeznek, szóval nagyon reménykedem, hogy magyar győzelem lesz idén az e -sportban. Minden valós esély megvan rá. Az Alfa-Romeo teljesítményére leszek kíváncsi idén, viszont Ugye régen nagyon a toppon voltak Te mit gondolsz erről, milyen lehetséges Esélyeket látsz az Alfa-Romeo-ban, Tomi? Um, szerintem most hát nagyon erős alapfelállás van, ha te most tekinthetjük alapfelállásnak, ugye Dani korábban elmondta azt, hogy Ugye Longéval és És um, um, Ugye Tomekkel kiegészülve egy elég kiegyenlített versenyzői hármas van. Üm, ugye Tomek a, a Pro exhibition -ről jött ugye fel, sőt, tehát konkrétan meg is nyerte azt effektíve, hogy, hogy a Szellek farmadik harmadik lett. Tehát ugye Tomek győztesént érkezett és, és került be ugye az alfához. Daninál tudjuk azt, hogy, hogy neki azért ugye VB végelszámolásban ugye van dobogója, ő tudja, hogy milyen futamot nyerni, ő tudja, hogy milyen húzni egy váratlant. Longinak meg egyszerűen a nyers tempója, meg a versenyintelligenciája olyan, ami szerintem párját ritkítja. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen erős ez a hármas. A kérdés az az, hogy itt az első két-három futamot követően, miközben megkezdődik a, az időmérő, az első két-három futamot követően um, ki lesz majd az, akinek, akinek mondjuk esélye lesz arra, hogy azért a bizonyos bajnoki címére elmenjen, vagy menjen én azt sem tartom egyébként feltétlenül kizártnak, hogy, hogy az Alfa Róma párosan fog majd tudni olyan teljesítményt nyújtani, ahol mind a ketten, akár a szezon feléig is potenciálisan ott lesznek az élmezőnyben, akár a top 5-ben is. Erre szerintem van reális esély. És akkor utána nyilván kell egy döntést hozni, hogy ki lesz majd az a versenyző, aki idézőjelesen ezt a number one pozíciót betölti majd a csapatban. Szerintem jó esélye van az Alfának arra ezzel a felállással, hogy ott lehessen a mondjuk a konstruktúri top 3-ban. Szerintem abszolút reális. Sőt, én azt is reálisnak tartom, hogy, hogy, hogy odaérhessenek mondjuk, nem leszek most annyira bátor, mondjuk a top 5-be például az egyéni tekintetében valamelyik versenyzővel. Azért azt látjuk, hogy Blakely, Rasmussen és Opmer nagyon erősek, Uh, idén is, Blakely valami óriásit megy a 22-es játékkal, tehát egészen elképesztő teljesítmény van, uh, van a, a, a lábában, meg a kezében. Nagyon kíváncsi leszek, de én ide várom azért az Alfa-romót, megmondom őszintén, tegyünk egy magas mércét, és szurkoljunk Daniéknak, hogy ezt meg is fogják, vagy meg tudják majd ugrani. Teljes mértékben hiszek benne egyébként. Amit mondtad, nagyon erős a felállás. Dani... Igazából még mindig erős versenyző, nem változott Nagyon jó tempót tud diktálni és nagyon jó versenyekre számítottunk szerintem tőle idén Illetve ugye Tomek Tomek az aki nagyon felkapott lett idézőjelben Nagyon jó teljesítményeket tud nyújtani ligafutamokon Ugye a Challengersben is És közben láthatjuk, hogy egy sárgába öltözött Ferrari vagy Brandon Lee is megteszi bemelegítő köreit. Igen, szépen lassan jönnek a versenyzők is, ha jól látom, akkor járnó az, aki intereken szépen gumizza fel a pályát. Ugye ez nyilván fontos, aki esetleg teljesen új lenne, vagy, vagy um, most kapcsolódna be, -be a, az egész e-sport vérkeringésben annak ugye nyilván érdemes elmondani azt, hogy akár ebben az eSport series akár bármelyik másik hazai bajnokságban, mondjuk a Future esports a, 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 Split 1, Split 2-től a Split 5 bármilyen bajnokságában azért találkoztok azzal, hogy a versenyzők még az időmérőnek a legelején annak érdekében, hogy a lehető legtöbb tapadást tudják a pályán megtalálni, előfordul az, hogy akár vet, akár interes gumikkal jönnek ki, bennek egy pár kört, valószínűleg backrányben nem fog felkerülni sem az inter, sem a vet, Uh, fetes gumi, meglepő is lenne, hogyha itt szakadna az eső. Ilyenkor azért általában ezt használják a versenyzők, mennek vele egy-két kört, amennyit nyilván az idő enged, ugye 18 percről jövünk ugye visszafelé itt a Q1-ben, és, uh, és gumizzák fel a pályát, és hát nyilván az a cél, hogy, hogy minél jobb idő eredményt uh, fogjanak majd tudni elérni, viszont ezt a, ezt a kellemes szakmai munkát ezt viszont az elején Valakinek, vagy valakiknek, azt nyilván el kell végeznie, ezért is köröz most például járno a pályán. És jön is vissza szépen a boxba. És közben egyébként nyugodtan jöhetnek a, a tippek, mind a Twitch, mind a Youtube csatornánk a chatbe, hogy ki lehet, mondjuk induljunk el nagyon messziről, <laughs> ki lesz a top 3, az első három rajtkockából induló versenyzők itt az időmérő végén. Ugye azt láttátok, hogy ugye Longé volt az, aki az előző seasonben itt nyerte az időmérőt, bár az még a 21-es játékkal volt. Ugye ennyit, ennyit segítünk, ugye Lékli volt a második, Erről rajtoló versenyző, most itt lesznek azok, akik az első három vagy az első két kockából fognak majd tudniást elstartolni. Nos, viszont megérkezett zsombor, ki át fogja most venni a helyemet. A nézőknek jó szórakozást kívánok a kvalifikációhoz. Reméljük, hogy nagyon eredményesek lesznek a magyar srácok. Köszönöm a figyelmet, és a versenyre majd igyekszem visszatérni, tervek szerint vissza is fogok. Addig is jó szórakozást! És akkor egy pici technikai szünet és azonnal érkezik hozzánk pézsi és folytatjuk is a közvetítésünket immáron puskás Zsomborra. És ha minden igaz, akkor képben már meg is van. Hangban is. Ha és ez, hangban Üdvözlök is. mindenkit. Üdvözlök mindenkit, én is. Elnézést itt a technikai malőrért. Majd szólni a MÁP szolgáltatásnak, hogy időben érjenek a vonatok, de... De az a lényeg, hogy itt vagyok, és itt is vagyunk a, a Q1-ben, ha jól látom. És jól figyelem az élőadást, meg jól követtem a felvezetés, amit tolhatatok itt Bálintál. Minden fontos információt meghallgathattunk a, a pilótákról és a változásokról. Igen, és hát most már mindenki csak arra vár, hogy majd az idő eredmények döntsék azt, hogy ki lesz az az első pár versenyző, aki nem fog tudni a q 2 ből illetve a Q3-ba jutni. Nagyon sok a kérdőjel, de neked is oda akkor, Fézsi, ezt a kérdést, amire szegény Bálintot is egy picit megfogtam, hogy uh, te mit látsz, mit érzékelsz? Szerinted obmérnek összejön az újrázás, vagy most sokkal nehezebb dolga lesz? Én megpróbálok objektív maradni, ezt megmondom őszintén. Én, én nagyon kedvelem opmért, és a, magát a teljesítményét. Én az előző két szezonban is neki szurkoltam. Én azt mondom neki, hogy nagyon nehéz dolga lesz. A PSG-ben már láthatunk tőle tőle nem igazán, de összességében láthatunk azt, hogy nagyon sok kihívója van itt Blake-re gondolok, vagy Barry de itt még szerintem Fredrik Rasmussenéket se kéne leírni. Tehát nagyon sok olyan pilóta van a mezőnyben, aki, aki most már éhes a sikerre alapvetően. Szóval a nehéz dolga lesz, én mint off funként reménykedek, hogy, hogy sikerül neki. A másik szempontból viszont reménykedek abba, hogy nehezen sikerül neki. Hát... Ne, nehéz ez. Szerintem most minden eddig ilyen nehezebb tippelni. Eddig se volt könnyű. Ez egészen biztos, de, de szerintem most még nehezebb. Hogy a, valaki ember legyen a talpán, aki megmondja azt, hogy nem vagy ezen a futamon, de az egész vége számolásban itt a végén mi lesz majd az, ami... Ami döntő lesz, vagy ami döntő lehet, vagy, vagy aki majd megnyeri ezt az egészet. Nem tudom, de hát sok van még hátra azért, tehát itt első fordulóban járunk. Úgyhogy itt még azért rengeteg minden fog következni. Így van, és ha nem is száldunk ennyire ennyire előre, akkor uh, alapvetően uh, magában a is nehéz megtippenni. Vajon ki lehet az, aki a legtudja, leggyorsabb tud lenni ezen az, hát már, már sok klasszikusnak mondodó pályán. Nem tudom pontosan, de nagyon sok eSport Series versenyt mentünk már itt, és van a mezőmben három. Uh, itt már győztes pilóta is, itt Lukács Dégnire, Járnópmérre is, Tonicára gondolok. Érdekes lesz látni, hogy vajon kinek mennyire fekszik az új játék. Bákrain valószínűleg, aki itt már nyert, annak már egyébként alapvetően fekszik. Hát igen. Jó, nyilván most a szurkoló beszél belőlem, úgyhogy abban biztos vagyok, hogy mind mint Patrik tovább mennek. Hát szerintem nem is lehet kérdés. Maximum kiszurkoljuk majd az a magyar virtusra egyébként is jellemző. Úgyhogy, de ahogy látom, már mindenki kivezetőn van így 8 perccel a vége előtt, úgyhogy most azért valószínűleg érkeznek majd az első kartsörtetések. És ha minden igaz, akkor sorrendben majd Brandon Lee lesz az, aki meg fogja kezdeni szerintem az időmérünket is long és gyors köröm lesz, vagy gyors köröm van. Úgyhogy itt van majd az első két eredményünk. Így van, érdekes, hogy a 7 is feledik percig kell várnia pontosabban most mondom, 8. percig kell várni az első időmérős próbálkozásra. Ezt e, kicsit furának tartottam, hogy idáig vártak a pilótát, de nyilván valószínűleg a pálya itt az intermediatekkel való előkészületek tartottak idáig. Így van, meg hát ugye nyilván a gumikeverékeket is kellőképpen próbálják jól használni, vagy jól felhasználni az urak. Ugye ebből a kettő áll rendelkezésre, ahogy az előző még a felvezető műsorban láttuk, hogy észletezve ugye a szabályrendszereket és a változtatásokat, úgyhogy ezekkel kellőképpen okosan és ügyesen kell sáfárkodniuk. De az első mérkőzés, ugye 1.25.0.68, ha jól emlékszem, az előző seasonben, ugye Longi ezzel az idővel futotta meg, ugye Q3-ban az első helyért, vagy az első rajkockáért járó legjobb időt. Most nyilván ez egy viszonyítási pont, aztán majd meglátjuk, hogy Brandon Lee milyen időre lesz majd képes. 1.27, 5.06-tal. Az erre áll, de jön is Nikolá Longé, és 1.27, 7.03, pici különbség, nincs egy tized. De a második helyen egyelőre az Alfa Romeo versenyző, a Dani csapattársa, és közben már Álvaro Kerton is. Ott van az utolsó szektorban. Így van, közben Sebastian Jobjadban a második helyre. Brendon Lee mögé, és mire ezt kimondom, Baribarumant veszi át a vezetést 27-477-tel a McLaren-nel, az Árveló Karaton fejezi be a körét. S 27-466-tal veszi át a vezetést Árveló Karaton, Brendon Borumantól, így alapvetően ő az, aki az élen áll. Nézzük Berezna Idani, mit megy. Az ötödik helyre jön fel, csapattársát előzi. Marcel Kiefer meg a negyedik Úgy van, közben egyes kettő szektorban sárga zászlónk van, de valószínűleg ezek inkább csak elengedések miatt felvillanó sárgás jelek Na, Rasmussen-t lássuk, milyen időt jön 1.27.414-en, nem hiába váltott rá a kamera, óriási uh, menetelésben van Fredrik Rasmussen És Thomas Ronhár, sőt, Lukács Blakley Na javulnak az idők, nyilván javul a pálya is, de aki a sorrendben a vége felé érkezik a mért időkkel, azoknak még jobban tapad az az autó, és Blakely most azért odapirított egy, -egy 27 3, es időt. Kíváncsi vagyok, hogy majd a többiek, például Patrick majd milyen időre lesz képes az Alpinnal. Érdekes, ezt, érdekes lesz azt megfigyelni, hogy a q egy viszonyítási alapot fogadni nekünk, mivel alapvetően a a 50 os futam miatt, amit itt ele, hogy erre váltottunk, itt említettétek a felvezető műsorban, meg alapvetően a f szabályainak változatása miatt is nem szükséges a médiumba a trükközni a Q2-ben való, Q1, q 3 ban való jutással, hogyha arról szeretne az adott pilóta rajtolni. Tehát alapvetően mindenki a maximumot fogja tudni nyújtani a szoftokon, és így a Q1-ben is, akár de már a Q2-ben fel lehet mérni azt, hogy ki az, aki akinek jobban megy ez a pálya, meg ki az, akinek jobb, rosszabbul esetlegesen. Így van, hát ahogy szokták mondani, hogy jobb lába a gázpedálon, bal a jobb lábon, de most lehet, most mindent ki lehet taposni azokból a bizonyos autókból, és a legjobb idő törekedni, nem nagyon van taktikázásnak értelme. Egyelőre azt nézem, hogy Dani a tizedik helyen van, bár nagyon kicsik a különbségek, úgyhogy nyilván ahogy javulni fog majd a pályot, még azért szerintem egy-két tizedet bőséggel lehet találni azon a köridőn, úgyhogy nagy aggodalomra nincs ok, ha lehet egyáltalán aggódni bármiért, úgyhogy szerintem az, az egy jó erős, elég erős első kezdés volt, azt tudjuk egyébként Danilo amúgy is, hogy az első az mindig egy ilyen kellően optimista pozitív kör, és akkor mindig a második menet az, ami, ami a nagy szokta hozni. Így van, akinek itt aggódnia kell, az legfeljebb az, aki az autóban ül, az a legfontosabb, hogy szurkoljunk. Így van. Ez a feladat, a kötelező feladat, amit el kell végeznie minden F1 szerető versenyzőnek, én azt gondolom. És nyilván szurkolnunk kell. Daninak is, és hát nyilván Patriknak is, ugye Daniról nyilván sokat beszélünk értelemszerűen, hiszen szerintem, hogyha f 1 beszélgetünk, akkor valahol összekapcsolódott már itt a neve. De azért, azért Patriktól is láttunk már nagyon komoly teljesítményeket. Vannak egyébként olyan pályák, ahol egészen elképesztő tud menni, és látszik, hogy kézenfekvő, meg jól esik a kezére és a lábára az az aszfaltsík. Bízom benne, hogy a Bakhelyn is közé fog majd tartozni, és a Q2-ben mind a két versenyzők, magyar versenyzővel fogunk majd tudni találkozni. Jó nem, remélem, nem csak a Q2-ben, hanem a Q3-ban is mind két magyar versenyzővel fogunk találkozni. Én örülök, hogy nem nekem kellett kimondani, ugye én húrá optimista jelleggel vetem bele magam ebbe az egészbe, de hát nyilván én a legjobban annak örülnék, hogyha az első és második rajkockában látnám a két magyar versenyzőt, aki szépen egymás után beér, és ugye gazdagodik a maximálisan megszerezhető pontszámot legtöbbikével, úgyhogy nyilván ez lenne a lehető legjobb, és Dani már most két perccel a vége előtt, kettes szektorban járva felvezető Optimalizálja a gumi gumihőmérsékletet, ami most talán ebben a játékban egy picit macerásabb, mint az előző sz szériában volt. Egy kicsit jobban oda kell rá bár tény is valahogy az Úristen az egyik kezével ad a másikkal elvesz, a túlmelegedés picit nehezebben összehozható már, de felmelegíteni a gumikat is sokkal nehezebb, úgyhogy um, nyilván most innentől kezdve minden a az kritikus fontosságú és pontosságú minden versenyző szempontjából És akkor Dani kezdi is a következő mértkörét Ez eleve nagyon trükkös részhez ért, de nagyon szépen megcsinálta, így első ránézésre nyílik is a DRS 7 nem és... maradásba volt, az első köréhez képest, ahogy láthattuk itt a felvillanó panelen. Ebből még bármi lehet, nézzük, kíváncsi, hogy mennyit hagyott benne a másik és a harmadik szektorban. Igen, most fog érkezni majd a pálya kritikus pontjához, ugye ez a 9-es, 10-es kanyar kombináció. Ez a kétszer is megtörő, jobbos, vagy balos visszafordító. De nem meg az autó, jó a kigyorsítás. Szintén egy másik neurologikus pont, hogy ez a balos kanyar, itt a korai kigyorsításnál könnyen meg tud úszni az autónak a feneke, de Dani nagyon jól kontrollálja egyenlőre. Előben szélesről is kezdi ezt a kanyart, ezt ugye egy éven tökéletesen meg lehet csinálni, és már 60 ezredes javítás van. Egy hosszú vágta, egy 90-es jobbos, és egy hosszú vágta még, ami Danira vár. lássuk majd, hogy ez milyen idő eredményt hozhat magával. 1.27, 50 tel a hetedik helyre jön fel, Dani számára véget is ér. A Q1-es szakasz, Brandon Lee, 1.27, 5.04. Egyezreddel előzi csak meg Danét. Longi is 1.27.603 a 11. helyen érkezik Fabrizio Donozo. Másik Ferrari-val egy 27 4, 42 az nagy javítást tőle. Negyedik helyen az összesítésben, és márszer kifelé érkezik, Rasmussen csapattársa a Red bull lal 12. helyen, már csak 13. helyen egyenlőre, innen kéne javítania. 1.27, 5.28-al. 13. helyen egyenlőre, Járnó 11, Patrikot nézem, 9. helyen, 10. helyen. Na, hát uh, rászóltam. Ugye azt tippeltük, hogy a minimum a Q2-ben, de inkább a Q3-ban. Egyelőre a terv az úgy néz ki, hogy megfelelő lépésekkel teljesül. Mind a két magyar versenyzünk ott van a Q2-ben. Egy szívfájdalmunk talán lehet az Alfa Romeo szempontjából, hogy Longi nem tud bejutni a Q2-be, 18. helyről fog majd rattulni. ez, ez igazán meglepetés, legalábbis számomra én azt hittem, hogy Longénak sikerül majd bejutni. Általában nagyon jó időmérős teljesítményt tudott tud letenni az asztalra egykörön egy nagyon jó pilóta, már belsően is, tehát alapvetően ezen nem nincs szó olyasmiről, hogy, hogy valamelyik kimagasló lenne, de furcsa számomra, hogy kiesett a Q1-ben. Hát igen, nem tudom, hogy esetleg nem tudom, valami feltartásra belekeveredette, vagy belehibázotta -e valahol abba a körbe, de minden esetre meglepő. Ugye ebbe beszélgetünk mind a felvezető részben is, meg ugye nyilván itt a alatt is, hogy, hogy ugye ő azért az előző évben itt a polpozícióból indult, most viszont csak a 18. helyről fog majd rajtolni a futamon, úgyhogy ez egészen biztosan meglepő eredmény de legalább Patrik és Dani ott vannak bent mind a ketten a Q2-ben, úgyhogy cél a Q3, cél a top 1, top 2, és akkor szerintem elégedetten hátradőlhetünk majd a futam Így van. Érdekes volt azt látni, hogy a második próbálkozásra nem javultak annyira a pilóták. Lábbis a legtöbb pilóta nem javult akkor át, mint amennyire számítani lehetett. Tehát voltak itt ilyen négyezedes javulások, ami azt jelenti, hogy az első próbálkozások nagyon sokat vannak számítani itt az összidőnél, legalábbis egy kisebb kialakítás silag a, alapvetően, és, mert ilyen kialakítás silag, és ö, érdekes volt megnézni, hogy az, ha jól emlékszem, 27, mind az első 10 pilóta egy 27-5 alatt volt, ami nem tudom, hogy a játékban a tapadás viszonyok hogy változnak, a kvalifikációs ö, ö, a kvalifikáció szakaszok között, de alapvetően akkor ezt belőhetjük ilyen top 10-es időnek, ez a 27-5 alatti időt. Ennél kell jobbat futni, hogyha valaki a Q3-ba próbál esetlegesen bekerülni. Közben igen egyébként láthattuk itt a kijelző, hogy volt megelégedve az eredményével, ami valamilyen szinten érthető. Pont ezt akartam én is mondani, én kellemesen levette a kesztyűt is, valahova, terem vagy a, szobb a másik végébe hajította, nem volt boldog de hát a 18. helyről is, is lehet nyerni, láttunk már rá példát, volt már ilyen, nem lesz egyszerű, az biztos, de, de azt tudjuk, hogy, hogy azért Longinak a nyers tempója is pokoli erős, úgyhogy lehet, hogy most egy körön nem jött ki a lépés, vagy valahol belehibázott, hogy valami probléma történt esetleg, de, de majd a futamon lehet javítani, és közben már indul is a, a Q2. Én ahol azt láthatjuk, az első próbák, tehát az a Q1-hez képest, a pilóták egyből kim vannak a pályán a Q2 kezdetén. Nincsen várakozása arra, hogy a legjobb időbe tudják ellőni a két softot, amit lehet. Tehát alapvetően, na nézzük. Tomás Ronhár kezdi meg a körét, ha jól látom, és, és vele mehetünk. nyílik a DRS. Ez egy nagyon trükkös kanyar kombináció szintét, nagyon könnyű kisodródni egyébként a, pálya szélére, de ügyesen kontrollálja Ronhár az autót. Ugye itt is ez egy fontos pont, rázókövekkel most kicsit óvatosabban kell bánni bizonyos pályákon, a Bakrányi talán pont az, ahol, ahol kevésbé lett kedvező a versenyzőknek, mint eddig. Itt is megvan a dupla tört visszafordító balosú nyílik a DRS és megyünk szépen a második szektor végéhez itt is a lehető szélesebb ívről kezdi Ron kanyart próbál minél több tempót átvinni így van itt az elmúlt játékokhoz képest a jobbos kanyart teljes mértében bevágta ez itt korábban eléggé halálos volt Hát ott, ha egy icipicit is rátetted a, azt a külső jobboldali gumit, bármelyiket, akkor rögtön abban a pillanatban dobott is a egy felé. Stacsulek 1-28-1-37, Ronhár 1 27 8 51, és Dani is jött egy 1-28-0-át. Lehetséges, hogy ezek ilyen körök a már használt szoftokon. Igen. 1 24 6 szinte Szinte biztos. Hát ugye nyilván kijönnek egy használt szofttal az elején, nyilván megvan egy tapogatózó idő, megnézzük milyen a pálya, aztán utána még van elég idő arra, hogy a a 100% értékű gumikat el tudják lőni és azzal tudjanak egy jó kört menni. Mondjuk azért léklenek az az 1.27.646 az egy ilyen kellemes idő. És Igen, is de ugyebár az Q1-ben 1.27.3-at az az ment, ha jól emlékszem, ő volt, aki megnyerte a Q1-et. Tehát ő is egy három tizedes lassulást élt tehát így a Q2-re, tehát de attól függetlenül ez a 27 ha de sokan a friss szoftokon nem mentek ilyet a Q1-ben van olyan, aki nem ment ilyet pontosabban, így, így, így jobb fogalmazni és Patrik is jött egy biztonsági 128.2-t Most már szépen mindenki visszatér a pitbe egy korty víz, egy új szett, és akkor lehet jönni majd a következő, a következő szetnyi gumival majd, és az már egészen biztosan élesítő lesz. 10 perc van vissza a q És egyelőre Lukács Vékli a McLaren versenyzője vezeti a q tehát nyilván látjuk, hogy nagyon kicsik a különbségek, de ezek az idők még talán annyira nem mérvadóak. Majd a következő szettel való idők lesznek azok, amik már szerintem sokkal beszédesebbek lesznek. És a is egy kicsit csalóka itt a 28-1 a tizedik helyen ül a Kuwaitben, és a időket láthattunk. De alapvetően ez nem biztos, hogy ez már szerintem a 28 fölött is se, tehát semmi se lesz innen elegendő ahhoz a q 1 jut, q 3 ba jutás, ez mindenféleképpen. Szerintem azért tették ezt a pilóták, hogy megtartsák a ritmust, alapvetően átmentség a Q1-ről, mivel nem szeret az ember általánosságban, hogyha már egyszer ment egy kört utána bennülni a box utcába több, több perceket, úgyhogy nem ment ki a pályára. Meg ugye nyilván mások a körülmények, nincs két egyforma lobby, ezt is nagyon jól tudjuk, aki versenyez. Um, és nyilván, ha valaki esetleg a Q1-ből továbbított, de tudta, hogy hol hibázott bele, akkor ilyenkor egy használt keveréken futott kicsit lassabb kör, az tökéletesen alkalmas arra, hogy azt az egy pontot be tudja annyira gyakorolni, megnézhesse, hogy mennyire tudja esetleg határértéken vezetni ezt az autót. mert ja, nyilván ne tévesszem meg senkit, ezek a srácok mind-mind-mind határértéken mozognak, a lehető legjobban kiélezve megküzdenek minden egyes ezredért, gyakorlatilag a pályán, és hát láthatjátok ti is azt, hogy a Q1-ben is nem az, hogy tizedek vagy fél másodpercek döntenek pozíciókról, hanem gyakorlatilag századok és ezredek. És azért egy-egy pozíció az rengeteget jelent a nap végén, és Bakrányban is tudjuk, hogy egy jó rajt pozíció az nagyon sokat számít. Pláne már az első kanyarnál, hogy az egy neuralgikus pontja a pályának, ott azt a szűk lassú 90-es kanyart bevenni, onnan elkapni egy nagyon jó kigyorsítást, elkerülni a kocokat, a tömegtumultust, ott mindenkinek észnek kell lenni, és hát nyilván minél jobb, minél tisztább körülmények közül rajta egy versenyző, annál nagyobb esélye van arra, hogy elkerülje ezeket a problémás pillanatokat, és egy tiszta verseny tudjon futni, vagy tudjon harcolni, mondjuk esetleg az a dobogókért, vagy az első helyért, és Brandon Lee a Ferrari-val úgy döntött, hogy akkor nézzünk egy éles kört, és kezdi meg a mértkörét. És érkezik hamarosan az első mérési ponthoz. Ugye neki még ugye nem volt mértkörá. 28 es részidővel. Egy egész első szektor. Brandon légy a felvezető... A felvezetőben is pont ezt pont ez beszéltük, hogy ferrari várunk jó eredményt, azért elős ez a kettős, és láttuk, hogy jól is mentek az előszezoni versenyeken, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez itt most éles körülmények között mire lesz elég. Na de jön a második szektor, vége. Egy 0 5 6, -5 -6. A részidő. Fordul rá az utolsó kanyarra, Bendalé nézzük, hova lesz elég az ideje. Valami a idejéből nagyobb belőhetjük, hogy milyen keverékeken volt. Egy 27, 2, 25, tehát alapvetően úgy nézhetjük, Lee szerintem friss keverékeken futott el Igen. ezt az időt. Sebastian Jobb meg egy 24, 93-mal átveszi a második helyet. vagy nem veszi át, mert elvette a körét a játék. Igen, ugye nem látjuk a ugye a teljes, a full tracket, és ugye nem tudjuk, de valószínűleg Sebastian Jobb túlcsúszott valahol. És ezért elvette a körét. Dani... Ó... Oh. Egy a jön be. Második helyre Lee mögé. Ez már impozánsabb. Patrik, egy 7-4-68 al a harmadik és rászóltunk a kör, Rasmus Sennek még impozánsabb, 1.27.069-el a Red Bull az érre áll, és van a másik Ferrari, Fabrizio Donozo, 1.27.329-el a negyedik Járnop. helyre. Járna, mert közben a harmadik 1.27.309-el. Tyú, mekkora időt jött Fedik Rasmussen az az 1.27.0-val. Nagyon-nagyon-nagyon komoly idő, rendkívül erős. Ronár. Másfél tisztet ad mindenkinek. Minimum. Na, Tomász Ronhára a házszal szűkíti ezt a kört, Bléklé is 1 27 egyel. És ugye Borumón is 1 27 2 vel van. Kicsik a különbségek még mindig, de egyelőre... Egyelőre nem néz ki ez rosszul. Nyilván itt még levezető kör, még van idő rá bőven, hogy ki lehessen jönni és feltenni egy új szettet és menni még egy mért kört. Nyilván akinek kell. De azért azt látjuk, hogy uh, ugye itt a legjobb 10 versenyző fog majd tovább jutni, tehát ott a tizedik helytől lefelé. Mindenkitől egy jobb időre lesz majd szükség. Ahhoz, hogy a Q3-ba tovább tudjanak menni. Így van, és nem feltétlenül csak a tizedik helytől lefelé kell mindenkitől jobb idő, hanem aki az első tíz van, az se érezheti biztonságban van át. Talán az első három, vagy itt aki 27-2 alatt ment, az már valamilyen szinten biztos, hogy magát, de hát itt az elsőkban nem mondhatunk ilyesmit a való életben, hogy egy bizonyos idő alatt már valaki azt mondhatja, hogy elengedi a, a Q2-t, mert bármely pillanatban történhet valami olyasmi, valaki találhat olyat, amivel akár még jobb is lehet nála. Olyan szinten kiélezve mennek a pilóták. Igen, hát azok a bizonyos századok és ezredek. Tehát lehet látni, hogy gyakorlatilag közel 1000 tizeden belül van a top 4-esünk. Nagyon-nagyon pici, apró különbségek vannak a versenyző között, és egyébként ez lesz a jellemző, de mondja az egész szezonban szerintem minden időmérőn és minden futamon. ez ne meg senkit, vagy ne áltassuk magunkat, ezek a srácok a végetekig ki vannak élezve a jó eredményre. És hát nyilván nagyon erős is a kör, ugye ezt a felvezetőben is elmondtuk, aki esetleg most csatlakozna be, hogy, hogy a, a Pro Exhibitionről 7 versenyző van most itt, és került be a csapatokba, és hát jól emlékszem, akkor 10 versenyző az, aki egyébként csapatot váltott az előző szezonhoz képest. Tehát jelentősen átalakultak a csapatok, nyilván ezzel egyébként az erőviszonyok is. Úgyhogy. Ott, biztos, aki hogy a versenyzők ismerik egymást, meg ismerik egymást tempó, de aki az exhibitionra jött, ők azért mindig sötét lovak valahol a rendszerben, meg az éterben. És Dani is kivezetőkörön, két perccel a vége előtt. Így van, mindenki, ez egy utolsó próbálkozást láthatunk majd, kicsit ilyen Szétlövés jelleggel, aki hátrébb van, az főként érezheti veszélybe magát. Ugye már egy pilótától, Sebastian Jobtól nem tudjuk, hogy ő milyen időt jönne, mivel a játék elvette a körét, valószínűleg elhagyta a pályát valahol négy kerékkel, ahol nem kellett volna. Ő is egy bizonyos szinten lehet feketelő még itt a végelszámolásban kör nélkül. És hát ugye láttuk abból az időből, amit futott, hogy azért ő is odaférne abba a bizonyos top 10-be, hogyha arról van szó. Nyilván most benne dolgozik az adrenalin, neki egyetlen egy lövés maradt, ahol tökéletesen kell teljesíteni. Nyilván van, aki ez alatt megroppan és belehibázik, van, aki méltani pontossággal teszi meg ezt a 4600 métert körülbelül, nagyjából akkora. hogy olyan hosszú ez a, ez a pálya. Úgyhogy... Uh, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy, hogy ő milyen eredményre lesz majd képes az Alpha Taurival. De egyelőre Brandon Lee-vel utazunk. Mi van Brandon Lee kezdte el a körét. Kíváncsi vagyok, hogyan fogja teljesíteni az első szektort. Tud-e javítani Brandon Lee? Ugye bár hogy már kis javításokról van szó, egy kis különbségekről, között már Breznai Danira váltottuk, aki 25 ezeret nem maradásban van az első szektorban a saját legjobb idejéhez képest. Amúgy nem, ami nem túl bízható első körbe, de hát még hátra van két szektor, ahol lehet szépíteni. Így van, és hát nyilván pici apró javítások is komoly előrelépéseket jelenthetnek számára, hiszen ha megnézzük, akkor ugye 21 ezredre van tőle járnó és azért az nem lehetetlen összehozni, de bízunk benne, hogy itt a kettes szektorban talált még tempót, meg időt Dani a lábában, és a kezében 42 ezredes javításban már. Ez nagyon jó Igen, ez néz a javítással már Opmér elé ugrana be. Így van. Megánk mögé. És ezt, ezt kéne tartani, vagy még hozni rajta egy kicsit, és akkor akkor hátra lehetne dőlni. Brandon Lee befejezi az időmérőt, és Dani is talált még időt. Mi az, hogy? 1, 27, 61 el Jelenleg a Mondosan hetedik. Simon Weigang, akinek még lesz ehhez és hozzászólása. 1, 27, 166 tal a negyedik legjobb idővel Patrik a Q2-ben. Na de még nagyon sok mért idő fog jönni. Azt a mindenit. Ezt Pont Sebastián Jobot, emlegettünk fekete lóként, egy 27 nullával átveszi a vezetést. Igen, és ezzel sajnos Dani a 12. helyig esik vissza, Patrik az 5. jelenleg. Fú, de nagy idő. De honnan? Stácsulek is javított, de nem Dani elég. Moreno fejezi be a körét, a másik meg, meg kellene Mercedes-tel, és egy 27 1 0 4. jön fel. Lékli pedig 27-1.30-al a hatodik helyen zárta. Az idő sajnos Bereznai dani búcsúzunk. Nem tudom pontosan így hanyadik lett, mert Moreno is javított mögötte. A 14. helyig, a 14. helyen van Dani, ha jól látom. És pont azt nézem, hogy a, kilencedik 9. és a 11. helyezet között egyetlen egy ezred volt a különbség. Az, 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 nem, nem tudom mihez viszonyítani. Hát erre erről arról van szó, hogy kiélezettség. Igen. És itt ez az, az egyezet, ez bárhol benne van a körre, de ennél sokkal több is van benne. Tehát na, nagyon, 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 nagyon durva, hogy mit tudnak menni ez a fiúk. És alapvetően, alapvetően itt a kisebb javítások is látuk, Dani is tudott javítani a második körére, de ez nem volt elegendő ahhoz, hogy további menjen a Q1-be, sőt, 14. helyen zárt, pedig amikor befejezte a körét, az milyen életesnek, tűnt. Így van. Úgyhogy szépen lassan neki is kezdünk majd a Q3-nak, aki egyébként um, itt van velünk a közvetítésben, vagy esetleg most uh, itt van, de szeretne a későbbiekről is tájékozódni azoknak, hogy elmondjuk, hogy 20 óra 30 perc a mai nap folyamán. Folytatjuk majd a közvetítésünket, ugye akkor fogunk kezdeni, nagyjából 21 órára tehetően indul majd el maga a futam, ami ugye 50%-os verseny lesz, és ugye több is megváltoztattak, több változás is van a rendszerben, ugye a Damage on kezdve a különböző keverékek, választásán keresztül sok minden átalakítva lett, sok minden fixálva lett, változott a versenynaptán is, ugye bekerült a Budabi és Japán is, legalábbis papíron, ugye a hivatalos e hivatalos oldalán még én nem láttam, hogy Japánt pontosan hova élesztették volna be, de valószínűleg ezt is majd updatelni fogják, úgyhogy nagyon sok változás van, ami nyilván hatással lesz majd a versenyre is, és nyilván hatással lesz majd arra is, hogy a versenyzők itt a Q3-ban milyen pozíciót tudnak majd elfoglalni, azért tudjuk, hogy egy 50%-os futam alatt nagyon sok minden történhet. A gumikopástól kezdve a különböző taktikákon át a safety káron keresztül. A, a törésekig, amiket esetleg a versenyzők elszenvedhetnek említsük újra, meg ugye ezt az első kanyar kombinációnkat, vagy a 9-es, 10-es kanyar, tehát ott, ha valaki kisodródik és a külső kerékvető találja el, instant felúszik az autó, és onnantól kezdve, ha nem tud állni a féken, és nincs, ami lassítson, akkor egy dolog fog meg, az pedig a bukótér, vagy a fal, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy bevállalósan fognak menni a srácok, de sokkal körültekintőbbnek kell lenni minden egyes körben a pályán, mert büntet. Így van. Nagyon kélezett harc lesz este. Bátorítok mindenkit, hogyha itt van velünk a qualiban, akkor már nézze meg a futamat is, és olyanok, akik szóljanak, aki esetleg nem maradt volna a qualiról, vagy nem látta volna. Mert nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz az, aki meg tudja nyitni ilyen jól az f 1 sport szezont, esetleg egy, esetlegesen egy futam győzelemmel. Így van, és hát nyilván továbbra is biztatunk mindenkit arra, ahogy jöhetnek a tippek. Közben, ha jól álltam, akkor a Sebastian Jobb körén vagyunk. Így az utolsó Vissza. szektort nézhetjük végig. Ami, ami nagyon jól sikerült. Hát. Föleg itt az utolsó kanyarban egy tizedet hozott a legjobb köréhez képest, és így sikerült ezt a 27.057-et teljesítenie. Jö, és hát azért ez az a finom mosoly ott van a szája szélén, hogy azért ez nem volt egy rossz kör. Sebastian szóval szerintem megbelegeti a saját kis vállát, és azt mondja, hogy ez igen. Na de hát ez csak Q2. Igen, meg tudja találni a Q3-ban ezt a kört, vagy esetleg jobbat, ami kellhet ahhoz, hogy a polpozícióból induljon. Ez a kérdés. Igen, igen, hát nyilván kérdés, és ezt kérdezzük a cseten is tőletek, illetve a nézőinktől is, hogy lesz-e egy 27 alatti idő esetleg a polra, illetve hogy ki lesz az, aki a polpozícióban rajtolhat. Itt van az utolsó tízesünk, közülük lehet nyilván választani. Úgyhogy nyugodtan tippeljetek, várjuk a meglátásaitokat is, hogy ti mire gondoltok. A futam egyébként 9 órától lesz majd, igen, 20-30-tól lesz a közvetítés, és 9 órától maga a futam. Holnap és holnap után is hasonló időpontokban találkozhatok majd velünk, hiszen mind a kvalifikációt, mind a futamot azt ö, fogjuk majd nektek közvetíteni, és hát nyilván latolgatjuk majd az esélyeket, hogy ki mire lehet képes melyik pozícióból. És hát Sipos Patrik ott van ebben a top 10-ben. Ez szerintem egy, nem mondom, hogy óriási eredmény, mert azért nyilván ez valahol szerintem mindenki várja, hogy mind a két magyar ott legyen, de legalább az egyik ott legyen. És az én bíztam benne, hogy, hogy az előszezoni eredményeket látva, bár kicsit hektikus volt azért az eredménylista a nap végén, de, de azért Patrik most egy, egy, jó kis erődemonstrációt tartott, hogy nem véletlenül ül ott abban az Alpinban. És hát nyilván őt is nézhetjük, hiszen vele utazunk végig a miatt Így van. Az első szektort fogja hamarosan befejezni Patrik. Ugyebár most egy gyors szót tehetnék arról, hogy alapvetően minden felállásban csapatnál három pilóta van amiből kiválasztják azt, hogy melyik kettő fog indulni a futamon, tehát alapvetően itt a csapatokon belül is egy elég kompetitív uh, szerep van arra, a, arról, hogy esetlegesen kiinduljon a futamon, tehát ez, ezzel is húzzák egymásra a pilóták. Így van, közben jönnek a tippek. Egy 26-7 szinte, amit látok, van, aki járnóra tippel. Valaki Rasmussenre tippel, hogy egy 26 hetet fog jönni. Érdekes lenne, hogyha Járnó tudna ilyet előhúzni a kalapból, mert nem láttunk tőle ilyen teljesítményt, hogy esetlegesen pool emlegessük. Megnézzük, hát a Q3 az nagyon más. Ki, kire hogy helyezik a nyomás közül, a sípos Patrik fejezi be a körét. Vagy vagy nem. elvette volna. Le lehet, elvette. A kö... Lehet elvette. Vagy csak valahol bug van a kijelzőn. Na nézzük. Bloody Bormon Egy 27.3.70-nel indít. Egy 27.5.56. Sebastian Jobtól szerintem ez... Az használt van. Weigang is egy 27.7-et jön csak. Fabricio Donozo egy 279 Tehát ilyen időket láttunk a Kukettő elején is, a srácoktól. Lukács van. Lukász Lékté egy 1, -1 -el. Ez, ez a hétvége eddig leggyorsabb ideje. Thomas meg egy 27 0 13 ban jön mögé. Jánó, miért 1-27-6? Fredrik Schleswig 72 71 ezredre marad el. Blake Little a másik helyre, egy 26 72 be Ezt szóval látjuk, hogy mindenféleképpen minimum egy 26 9-0 vagy annál alatti idő kell ahhoz, hogy valaki a polpozícióba kerüljön. És megelőzze Blakelyt. Érdekes fordulat. Eddig, eddig 27 alján mozogtunk. Valószínűleg a Q3-ra a pálya minősége is javult. Ugyebár itt van egy ilyen kisebb beépített javulás itt a Q1, Q2, Q3-ra a játékban. Nem is én erről így tudok. Igen, és hát egyelőre még mindig csak sötétben tapogatózunk valahol, de hát nyilván azok az 1.26-os idők azok elég impozánsak, kétség lenne tagadni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy frissettel milyen időt várhatunk. Lehet, hogy többet nélek a csetten, ha Jánónak nincs meg a tempója, szerintem ezek használt futott idők voltak én azt gondolom, tehát ez az 1.27.6. Mondom, hogy valahol belehibázott volna, de én inkább erre, erre tippelek és Lehet, hogy majd ott a végén már teljes gumizódással, a lehető legjobb állapotban fog egy nagyon erőteljes időt futni. De hát. Um, igen, ezt kicsit valahol rulett is. Hogy most eltaláljuk, hogy. Ha jó, jó, ki lesz majd az, aki az élel lesz. De minden esetre minden esetre azért a, a Blakely nek az ideje az, az, az elég kemény, és ugye erről beszéltünk is, hogy, hogy az előző szezon is nagyon-nagyon-nagyon szoros volt már, ugye Opmer és Rasmussen között, Rasmussen óriási flóba van, ez is látszik, ugye ő volt az a versenyző, aki minden futamon pontot szerzett, és az utolsó hét futamán is, ugye jól emlékszem, akkor dobogóra tudott állni, úgyhogy neki biztos, hogy, hogy, ezt a formát, vagy ezt a flót, ezt áthozta a következő szezonra is, nyilván nem hiába van itt ezen a, ebben a Q3-ban, de hát amit blakely mentek az előszezonban a McLarennel, az is egészen elképesztő. Így van, Blakely is nagyon uh, impozánsan teljesít ebben a játékban, és az előzőben is az volt, és sokáig a, még az első felében az első szezonnak a győzelmi esélyekre is komolyan tartottam a végén is, tehát a harmadik helyen végzett tehát alapvetően. Alapvetően nagyon jól teljesített taja, tavaly is, és úgy látszik, hogy idén. Tehát első futam után nehéz ilyet mondani, de hogy esélyt futam időmének még a végé is de hogy alapvetően nehéz ilyet mondani, de, de úgy tűnik, hogy egyelőre most sikerül összeállni neki a tempónak. Nem is az első próbálkozás után, de hát nagyon sokan láthatjuk, hogy használtabb keveréken voltak ki, nem az időeredményekből ítélve. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy kiben mennyi maradt még itt a végén. Sipos Patrik lesz az első, aki elkezdi a Q3-ban a miért majd. Bízunk benne, hogy benne is jól dolgozik a druk. Mint ahogy a Sebastian Jobban is jól dolgozott. Oda pirított egy elég komoly időt azért a Q2-ben. Most Patriknál van a pattogalaszti, neki kell ugyanezt véghez vinni egy kör, egy tökéletes, egy tökéletes utolsó körbejárás kell a pályán, és akkor azzal egy, egy nagyon jó eredményről, egy nagyon jó pozícióban lehetne megkezdeni a, a futamot, ami majd a közvetítés 8.30-kor, nem mondjuk el elégszer, de 8.30-kor kezdődik majd a futam, pedig maga 9 órakor várhatóan a felvezető műsor végén. és hát nyilván minél jobb eredmény, minél előrébről tud kezdeni Patrik, az a nap végén kifizetődő lehet. Hogyha el tud menni azzal az élen álló bolyjal, és tudja tartani velük a tempót, akkor egy, egy nagyon jó pont szerzés is lehet, de csak nem akarom elkiabálni, mert nagyon drukkolok neki, hogy hogy az egy jó eredmény legyen, de meg is kezdi a úgy, úgyhogy lássuk. Bár az ő mérkőzését nem láthattuk, mivel nem mutatták nekünk az időeredményt, így nem tudunk mihez viszonyítani a esetleges javításoknál. De kíváncsian várom, mit tud összerakni Patrik. Ez egy egész jó a szete, 28 155 az elég erőse sikerült. Az az első szektor. Ezt kell most itt egy jó éven megcsinálni, ezt a dupla töréses visszafordítót. Egy picit lecsúszott a vagy kanyar csúcspontról, de jó a gyorsítás. Ez hiba nélkül, és ebben a pillanatban véget ér az időmérő. És mindenki még egy gyors kör tud futni. És Patrik 698. Másik szektor végén. Hát nem tudom, mi lesz ebből, nem akarok előre bocsátkozni. 27-es idő az biztosan. <laughs> Vagy 26-os. 28-alatti időt fogunk látni. 27 as idővel a negyedik helyen. Sipos Patrik op mert mekkora javításban van. Ma jó, mondjuk van honnan, tehát azért az 1,27, 6,28, az nem egy világverő idő, de azért az, hogy közel fél másodpercet tudod gyorsulni, az elég impozáns. 1, 26, ez A rigorumant. Micsoda körtek oda? Ő veszi át a vezetést csapattársától. Járna, miért? 1,26, 990 nel Ukriban, negyedik helyre. Blékli 1,26, 7,29. Az is nagyon komoly idő. Egy 26 héttel. is befejezi. Rasmussen egy 26 6, 7, 9, És Tomás Ronhár. Egy 26 es idővel bejön a második helyre. Na. Így van. De senki nem tudta megvenni Blakelynek ezt a 1.26.7 26 elei időjét. Igen. Amivel a saját csapattársát is másfél tizedre. Mert ez egy nagyon szép kör volt tőle. Igen. Tomás pedig megpróbálta megközelíti az utolsó próbálkozását, de de, 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 nem sikerült neki. Igen. Viszont elválasztja egymástól a két mclaren akiről tudtuk, hogy akitől láttuk már azt, hogy nagyon jól össze tudnak dolgozni. Ugye Opmér Moreno 5-6 a két Mercedes, minimális különbség 6 ezred a két Mercedes pilóta között, és hát Patrik is végül a 9. helyről fogja majd tudni megkezdeni ezt a futamat. Szerintem az a Q3-as szereplés az teljesen rendben van a Patrik részéről, én azt gondolom. Az a 9. hely is, 9. hely is jó lehet, bár picit mezőn közepel, de, de bízunk benne, hogy elkerüli majd őt ott a nagy kavalkád az elején. És el tud menni majd az élen állókkal. Közben azt nézem, hogy egy 26 7, volt a legbátrabb tip. Fogalmazzunk így a, a chatről. Úgyhogy nem volt messze nem. Ez a Blakely körét nézhetjük meg, a polpozíciós kört. És milyen érdekes volt, hogy piros szektort jött az elsőben, de ott, ott, ott még hátrányban volt, kíváncsi vagyok, hogy hol. Hol tudott maradt. akkor akkor gyorsulni. Mi maradt is benne az első szektorban. Igen. Ah, igen, a 9-es, 10-es kanyar kombináció a visszafordító. Igen, itt lehet nagyon-nagyon sokat benne hagyni, meg nagyon-nagyon sokat nyerni is. Ha visszagondolunk, hogy Patrik mennyire jó kört jött. Az első szektor az nagyon rendben volt, és a másodiknál még rá is szóltunk, hogy itt egy picit, picit lecsúszott a kanyar Lehet, hogy abban ott maradt két tized, és akkor ő is egy 27 alá jön. Nem vagy ne legyünk elégedetlenek. Ez egy nagyon, nagyon összerakott kör volt. Légy a 9-es, te visszafordított nagyon simán, mint az autót célnán húzták volna, pontosan olyan jól sikerült. És, és, ez éppen elég volt ahhoz, hogy itt Bahreinben az első rajtkockából induljon. Egy bő két óra múlva. Három. Igen, úgyhogy most mindenkinek van ideje arra, hogy hogy elfogyasszak kellemesen a vacsorát, aztán jöhetnek a kötelező programok, és a végén 9 órakor lehet jönni, vagy pontosabban 8.30-kor, és akkor utána 9 órától jön is a futam. és Ezt érdemes nézni, hogy mennyire koncentrált, meg se a szemben, nincs pislogás, annyira koncentráltan csinálja Ronnára, amit csinál, hogy elképesztő. Igen, nagyon. -nagyon oda teszi magát, minden jobban sikerüljön neki. Azt érdekes megjegyezni, hogy alapvetően a McLareneken és a Mercedeseken kívül nincs más olyan csapat a mezőnyben, akinek két pilóta el lett volna a Q3-ban, ez is jelzi azt, hogy mennyire kiélezett itt a küzdelem, nem csak a pilótáid, de magak a csapatok között is. Mert itt az F1-es mint egyébként nem simán az F1-ben, és nagyon fontos a konstruktúri cím is, Hát nyilván igen, és erről beszéltünk az elején is, meg, meg többször is a közvetítés alatt, hogy hogy ez, ezek a pici apró különbségek, amik amik egyébként is jellemzőek nyilván erre a ligára, hiszen itt mindenki a legjobb versenyzőket küldi a pályára, minden csapat is, és, és nyilván mindenkiben potenciálisan ott van az a győzelmi faktor, amivel Futomot tudna nyerni. De hogy mennyi, mekkora, mekkora különbséget tud jelenteni versenyző és versenyző között egy jól elkapott pillanat, egy, egy jól elkapott, egy, egy nem tudom, akár pár fok különbség, egy más tapadási együttható nem tudom, akár egy, egy levegővétel is, tehát nyilván azért azt is tudnotok kell, vagy láthatok kell, hogy az ezekkel a versenyzőkkel személyi edzők foglalkoznak, nagyon komoly felkészítést kapnak. Nyilván nem csak az a szett, amivel gyakorolnak, az, az hanem nagyon komoly felkészítés is zajlik a nap mellettük, és akár a, légzés technika, akár az izomcsoportoknak a felépítése, ezek tizedeket, századokat, ezredeket jelenthetnek, ami a nap végén eldönti azt, hogy valakiből az összes futam végére 2022-ben akár az F1 es sport Szíriz világbajnoka lesz, vagy akár a dobogóra sem fér fel. Ennyire, ennyire picin ezek a dolgok. Így van, és hogy pont itt a jól elkapott pillanatról beszéltünk itt. Azt meg akartam érjezni, hogy Sebastian Job pont az, aki benne maradt idő, mivel az 27 nullát jött az első Q2-ben, ugye már amit láttunk, amiben nyerte a Q2-t, és itt a tizedik helyről fog rajta, hogy mégis 27 ötös idővel a másik próbálkozását elvette a játék, ha jól emlékszem, és ott 27 egyet ment. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember milyen pillanatban tudja elkapni, és milyen jó kört tud menni, mint látszik ezt, hogy Sebastian Jobnak milyen kiúró teljesítménye volt itt a Q2-ben. Igen, és mennyire, mennyire pici egy-egy jó eredmény, vagy egy-egy jól elkapott kör Nyilván nem csak az F1 uh, eSports series hanem a való életben is látjuk ezt, hogy ha valaki oda tud pakolni egy nagyon jó kört, azt talán pont uh, most ugye a vonzai futamon ugye Ricardo volt az, aki egy óriási idővel betalált és be tudott jutni ugye a Q2-be, aztán utána a Q3-ba is. Itt ugyanez jellemző nyilván. Sokan írták a cseten, hogy moreno a Q3-as részvétele uh, sokaknak meglepő volt. Mások ugye azt írták, hogy azért ott a, az előszezonban egyébként nem hozott rossz eredményeket és egész jó tempója volt. Um, nyilván Rasmus is azt láttuk, vagy tippeltük, hogy, hogy ő is egy sötét ló ebből a szempontból, mert nagyon jó flót hoz magával, ő is ott volt a Q3-ban, és ugye akivel kezdtük sajnos negatív értelemben véve, és most a képernyőn is láthattátok, Long is sajnos nem tudott bejutni a Q2-be, pedig hozzá is nagy reményeket fűztünk, és az előző szezonban ő nyerte ezt az időmérőt, sőt ugye összességében a futamon a második helyen ért célba. Úgyhogy um, némileg tisztult a kép, pár óra múlva visszatérünk és folytatjuk a közvetítés sorozatunkat már a futammal. Úgyhogy... Vártatok petőbálint Pető Bálint és Puskás Ádám majd a futamnál. Itt Bachleinben virtuálisan is így át is adnánk nekik szerintem a szót majd így három múl, két és fél óra múlvára, hogy ők folytassák ezt és legyetek itt velünk és együtt közösen izgoljuk. Én a kép, mi a képernyő előtt, ti pedig, mi is, Ádám még pedig kommentálva, hogy hogyan fog alakulni itt a kinyeri az első Bakrejné futamot. Így van, Blakely indul az élről, ezt már tudjuk. Sipos Patrik a 9 ez nagyon pedig a 14 helyről vág majd neki ennek a futamnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, maradjatok itt velünk, hiszen nem sokára érkezünk vissza, és akkor már az 50%-os futamot nézhetitek végig, nyilván egy kis esély tippekkel, addig mindenki gondolkodjon azon, hogy mi lesz a top 3, és uh, várunk vissza benneteket, köszönjük szépen a figyelmet, nagyon szépen köszönöm Pézsi, hogy itt voltál velem, meg itt voltál Én velünk is, is. úgyhogy uh, jövünk vissza hamarosan.